Szeretettel köszöntjük Önöket! A kerületi civil szervezeteket, alapítványokat bemutató sorozatunk mai adásában az első olyan magyarországi szervezettel ismerkedhetnek meg, amely daganatos betegeken kíván segíteni. Ez a Rákellen, az emberért, a holnapért társadalmi alapítvány, ami 1999 óta működik itt Ferencvárosban, jelenleg a Mátyás utcában. Alapítványunkat 7 személy alapította 27 évvel ezelőtt, közgazdászok, művészek és orvosok. Azzal a céllal hozták létre ezt az alapítványt, Magyarország első daganatos betegekkel foglalkozó civil szervezeteként, hogy a betegeket mozgósítsa saját gyógyulásuk érdekében. Ebben a munkában, ebben a prevenciós és rehabilitációs munkában az elmúlt 27 év során nagyon sok szakember és önkéntes vett részt. Alapítványunk 1999 óta dolgozik a Ferencvárosban, ezt megelőzően az Országos Onkológiai Intézetben dolgozott. 99 után pedig az óbudai önkormányzat segítsége révén létre tudta hozni az úgynevezett támaszadó szolgálatunkat. A támaszadó szolgálatban működtek azok a rehabilitációs programok, amik a már kialakult daganatos betegek életminőségének segítésére jöttek létre. A támaszadó 5 évvel ezelőtt visszaköltözött a 9. kerületbe, és ezeket a tevékenységeket most itt a 9. kerületben végzik munkatársaink, illetve hát vannak olyan programjaink, amit természetesen nem lehet itt az irodában. Ilyen a daganatos betegek bentlakásos életmódműhelye, a bőti táborok tartoznak még ebbe a programba. A rehabilitációval kapcsolatos tevékenységeinknek elég széles a tárháza. A csikunktól az egészségkonyháig, a mentálhigién és pszichológiai tanácsadásokig és foglalkozásokig nagyon sokrétű tevékenységet folytat az alapítvány, illetve orvosszakmai tanácsadónk, dietetikus táplálkozási tanácsadónk foglalkozik a daganatos betegekkel, illetve az ő étrendjükkel. Ezen túlmenően pedig személyre szóló pszichológiai tanácsadást is tartanak munkatársaink. Elképzelni is nehéz, hogy hogyan lehet arra reagálni, hogyan lehet azt feldolgozni, hogyha valaki vagy saját maga szembesül azzal, vagy azzal kell szembesülnie, hogy egy hozzátartozója a daganatos betegségben szenved. Mit lehet ilyenkor először orvosként, vagy akár magánemberként is mondani a betegnek, vagy a hozzátartozónak? Hát mindenképpen őszintén kell beszélni, tehát nem szabad, mint annak idején, 25-30 évvel ezelőtt, hogy rejtegetni, bujkálni és elkendőzni a bajokat. Tisztában kell lenni a bajjal. Lehet enyhíteni a körülményeket, úgy értem, hogy lehet nem úgy beszélni a beteggel, hogy ez egy halálos betegség, hogy valami rettenetes dolgok következnek. Tehát úgy kell beszélni a beteggel, hogy ez leküzdhető dolog, gyógyítható, és hiszen nem látunk a jövőbe, hogy a beteg esetleg rámegy esetleg erre a bajra, vagy pedig valóban meggyógyul. Persze minden ember, minden helyzet más és más, de általában mik szoktak a leggyakoribb első reakciók lenni? Hát a leggyakoribb első reakció a kétségbeesés. Tehát ez így, pszichológusok leírják azt, hogy először ugye egy rettenetes pánik jön sok emberre, azután meg kell várni ennek a lezajlását, és ebben segíteni kell az orvosnak, esetleg pszichológusnak is. De mindenképpen azt kell mutatni, hogy a bajból ki lehet lábalni. Tehát ez a legfontosabb dolog. Aztán a beteg megnyugszik, és akkor lépni lehet együtt, őszintén, kéz a kézben, és akkor ezen nagyon sok minden lehet segíteni. Elég sokat tudhatunk már a daganatos betegségekről, annak különböző ágairól. Miért tartja fontosnak, hogy létezzenek ilyen alapítványok, mint amilyen ez az alapítvány is, tehát hogy miben tud ez igazából segíteni? Ez az orvos ugye megcsinálja maga műtétjét, esetleg kemoterápiát kap, sugárterápiát kap a
beteg, és utána leveszik a kezüket a betegről. Ekkor kell az a segítség, amelyet mi tudunk adni, akár önkéntesek révén, akár pedig a szervezet és szakirányú segítséggel, amik itt mi is a egyik rák ellenes szervezet tudunk adni. Prevenciós tevékenységünk évekkel korábban elkezdődött már, hiszen általános iskolások körében, óvodások körében, vagy éppen a 9. kerületi egészségnapi rendezvényeken évek óta rendszeresen részt vesznek alapítványunk munkatársai, de említhetném az óbudai egészségnapokat is. Ilyenkor gyakorlati főzési bemutató keretében, táplálkozási tanácsadás keretében, vagy éppen oktatóórák keretében foglalkozunk az egészséges életmód kérdéseivel. Az a tapasztalatunk, hogy általánosságban az emberek tájékozottak az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás szempontjairól. A gyakorlat viszont az, hogy az ismert reteken túl a gyakorlatban nem használják és nem alkalmazzák ezeket az eszközöket és ezeket az elveket. Tehát tudjuk nagyon jól, hogy a napi 4 óra számítógép előtti ülés az nem egészséges, de nagyon kevesek azok, akik felállnak a számítógép elől, és mondjuk a reggeli nap, vagy a naponta reggel futnának, vagy éppen tornáznának, és így kezdenék a napot, de ugyanígy az egészséges és a teljes értékű táplálkozást is említhetném. Az életmóddal kapcsolatosan és az egészséges táplálkozással kapcsolatosan is, ugye mindenki az egészség fogalmához rögtön kapcsolja a pénzt. A táplálkozásnál a bioétkeztetést, azt, hogy ez drága, a mozgással kapcsolatosan pedig nyilván a wellness szállodák jutnak mindenkinek az eszébe, miközben egy nagyon egyszerű, akár irodában vagy iskolapadban elvégezhető mozgás, egy energetizáló, aktivizáló mozgás is nagyon sokat segít abban, hogy tudjunk figyelni és koncentrálni, no meg, hogy az egészségünkért tegyünk. Az átlagember ma Magyarországon azt gondolom, hogy sokkal inkább azt gondolja, hogy egészségesen táplálkozik, mint amennyire. Mert nincsenek tisztában azzal, hogy mi is az, hogy egészséges vagy nem. Hogyha mondjuk most indítanánk akkor egy egészséges táplálkozás kezdőknek tanfolyamot, akkor mik lennének azok az alapszabályok, amiket le kellene fektetni, tehát hogy mikre kell odafigyelni, hogy valóban ne csak higgyük, hanem egészségesen is táplálkozzunk. Talán az első és legfontosabb a rendszeres táplálkozás, hogy napi 5-ször étkezzünk, hogy reggelivel indítsuk a napot, hogy megfelelő folyadékot fogyasszunk, hogy ez a 2-3 liter az elfogyasztásra kerüljön a nap során, hogy minden nap legyen az étrendünkben nyers, zöldség, gyümölcs, valamilyen teljes kiörülésű gabonából készült pékáru, vagy kenyér, vagy valamilyen tészta adott esetben, de az is teljes kiörülésű gabonából készüljön. A fehérje forrást, azt jó minőségű, de zsírszegény állati fehérjéből biztosítsuk. Nem kell félni a tojástól, lehet fogyasztani, csak mértékkel. A tejtermékek is fontos gerincét alkothatják az étrendünknek, de itt is a zsírszegény változatot kellene előtérbe helyeznünk. Szerintem azok, akik szeretnének egészségesen táplálkozni, a következő nehézség azt jelenti, hogy hol vásároljak. Tehát, hogy honnan tudom én arról az adott termékről, bármennyire is hirdeti, hogy nagyon egészséges, hogy valóban az. Én azt javaslom, hogy zöldséget, gyümölcsöt, azt mindenképpen piacról, helyi termelőktől, és mindig csak a szezonnak megfelelőt vásároljunk. Tehát ami abban az évszakban természetes körülmények között megterem. Mondjuk húsféléket, vagy tejterméket, az vagy speciális boltban, és olyan, ami már bejáratott, amit tudjuk, hogy honnan származik az a hús, vagy tejtermék. Érdemes választanunk egy nagyon jó pékséget, mondjuk, ahol biztosan teljes kiörlésű gabonából készítik a kenyeret, és mondjuk nem melasszal színezik adott esetben a kenyeret, vagy otthon készítjük el. És ha meg tudjuk azt valósítani, hogy mondjuk 50%-ban a táplálkozásunknak nyers alapanyagokból áll, azt pedig csak otthon készítjük el. Tehát az alapanyagokat vásároljuk, és otthon
főzünk, illetve készítjük el, és nem vásárolunk félkész vagy kész termékeket. Elég sűrűn szoktam részt venni ezekben a programokban. Abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy a hirdetőtáblán ki van téve az alapítványnak a programja, és hát én ezt nagy buzgossággal szoktam nézni. Mivel a házban itt él, ezért jövetmenet látja. És tulajdonképpen én pár évvel ezelőtt kimondottan egészségmegőrzés céljából vettem részt egy főző tanfolyamunkon, amin én nagyon-nagyon sokat tanultam, és én ezt a mai napig csinálom. Nyilvánvaló a pénztárca korlátokat szab, de az, hogy a kenyeret sütöm, és nem géppel, hanem kézzel. Próbálom a vásárlásaimat is úgy intézni a piacon, hogy idény gyümölcsöket veszek, idény zöldségeket, azokat úgy csinálni, ahogy ők, nekik van egy nagyon jó szakácskönyvük ismeretterjesztőként, és fantasztikus dolgokat tudnak csinálni. Tehát a haltól kezdve a zöldségekig gyümölcs, szóval érdemes ezeken részt venni. És az a jó, hogy gyakorlatban itt megcsináljuk, és hát szóval vizuálisan látjuk, hogy ennek milyennek is kellene a végén. Kialakítottunk az idén egyfajta rendszerességet, átláthatóságot, ami azt jelenti, hogy kétfelé bontottuk a programjainkat, úgynevezett fizetős és, nem, és ingyenes programokra. Az ingyenes programok között említeném hétfőn az orvosi tanácsadást, kedden a dietetikus által vezetett táplálkozási tanácsadást, ezek 9-től délután 5 óráig igénybe vehető szolgáltatások, illetve a szerdai napon 10-től 11-ig egy csikung mozgás, ami szintén ingyenes azoknak, akik elsőként jelentkeznek az alapítványba. És a csütörtöki napot pedig a mentálhigiéna pszichológusa, pszichiáter tanácsadónk tartja a foglalkozásait, személyre szólóan is, és csoportfoglalkozásokat is tart. Ezen túlmenően pedig hát léteznek úgynevezett nagy programjaink, ilyen a bőjt, amit éppen a jövő hétre szervezünk Tiszaősfürdőre, vagy az életminőségtábor, illetve hát említeném még szeptember 26-án a NEFMI tanácstermében lesz az életminőség konferenciánk. Ezen túl pedig hát szakembereknek is szoktunk szervezni képzéseket, továbbképzéseket, amit a megfelelő szakmai szervezetek igénybevételével hirdettünk meg és mozgósítunk. Nagyon kevesen tudnak a 9. kerületben az alapítvány létezéséről, és nagyon kevesen látogatják azokat az ingyenes programjainkat, amik pontosan az egészség megőrzését és a betegségek megelőzését érinti. Éppen ezért tartottuk fontosnak azt, hogy részt vegyünk a 9. kerület alpolgármestere úr által megszervezett egészségnapi rendezvényen, illetve a májusi egészségnapi rendezvényen is, mert úgy gondoljuk, hogy ez az alapítványunk hírét viszi, és az ismertségét feltétlenül növeli. Ennek kapcsán pedig a kerület lakosaival bízom benne, hogy fogunk tudni találkozni. Thank you.